Újabb színfolta a gazdagodik Székesfehérvár teljes egészében megújul, megszépül a Bartók Béla tér. A projekt tervezett összege több mint 322 millió forint. Ezzel foglalkozunk az Esti Mérlegben, tartsanak velünk. A Bartók Béla tér már több kulturális rendezvénynek adott otthont. A nagy népszerűségnek örvendő jazzfesztivált is a téren rendezték meg. Az új közösségi helyszín hamarosan megújul, legalább 400 fő befogadására lesz alkalmas és hozzájárul a város kulturális és infrastruktúrális fejlesztéséhez. A beruházás a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. Szeretnénk minden belvároshoz kötődő, illetve a város közösségi életében fontos szerepet játszó közösségi teret megújítani vagy kialakítani. Egyrészt, hogy minden városrészben legyen ilyen, másrészt pedig, hogy a belvároshoz kötődő terek azok valóban közösségi célra használhatók legyenek, szépek legyenek, tiszták legyenek, szép zöld felülettel rendelkezzenek, és azt gondoljuk, hogy ezen az úton érdemes tovább lépni, hiszen a Sétáló utca elkészültét követően látszott, hogy a belváros megtelik élettel, ha olyan tér van, ahova az emberek úgy gondolják, hogy szép minőségű körülmények közé eljöhetnek. A Jávor Otto térrel folytattuk ezt a munkát, most ugye elkészül gyakorlatilag a Bazilika előtti tér, ami azt gondolom, hogy szintén nagyon-nagyon szép kis ékszere lesz a belvárosunknak, és most a Bartók Béla térrel fogjuk ezt a munkát folytatni, nem elfelejtve, hogy utána a Kossuth utca irányába a Szent István tér lehet a következő olyan pont a belvárosnak, amit érdemes megújítani, de most a Bartók Béla tér vonatkozásában adhat át a munkaterületet, részben Európai Uniós, részben pedig önkormányzati forrásból valósul meg ez a beruházás. Mindegy 3500 négyzetméter közösségi teret érint. Azt gondolom, hogy ez egy önmagában is nagy tér, és jól mutatja, hogy elődeink, ráadásul ezekkel a gyönyörű középületekkel körülvéve ezt a teret igazi rendezvény és közösségi térnek szánták. Mi pedig most úgy fogjuk ezt kialakítani, hogy alkalmas legyen rendezvények megtartására. A zöld terület arányának tiszteletben tartásával, a fák megóvásával, de azt gondolom, hogy mielőtt a ronda is elhanyagolt, murva és ebből kinövő gazfelületek helyett egy szép burkolt tere lesz a belvárosunknak. A munka most elkezdődött pénteken, a közművek cseréjével indult el, ezt egy fehérvári vállalkozás a konstruktor, alatta pedig, ahogy el is hangzott, az elektromos hálózat tekintetében a Lászlóvi fogja ezt a munkát elvégezni, és utána pedig a következő ütemekben pedig a burkol felületek fognak elkészülni, egészen az iskolától a könyvtár épületéig fog megújulni a burkolat, de a közvilágítás is megújul, az Árkád sor alatt is azt gondolom, hogy nagyon szép világítást fog kapni, és valóban egy igazi kis tér jön létre. Mindegy 320 millió forintot meghaladó összköltségű beruházásról van szó, ebből 261 millió forint körüli az az összeg, amit az Európai Unió biztosított, a többit pedig Fehérvár önkormányzata teszi hozzá. A maga a beruházás az 2020 szeptemberében fog befejeződni, de nem azt jelenti, hogy addig itt a téren felújítási munkákat fogunk végezni, hanem az összefüggés van több másik beruházással, a Szép Hőnek van itt egy távhő cserét jelző beruházása, illetve ugye a rendház épülete is reményeink szerint a felújítását tekintve meg fog újulni, és ez idő alatt ez el fog kezdődni, és nyilván az Oskola út felüli útszakasz felújítását akkor lehet elvégezni, amikor már a rendház vonatkozásában ezt meg lehet tenni, de egészen addig a pontig én bízom benne, hogy idén ennek az évnek a végére, vagy legkésőbb jövő tavaszra el fog készülni a Bartók Béla
a tér jelentős részén az új burkolat. Bartók Béla térre most már bebizonyosodott, hogy hát a Jazz Fesztiválnak is tökéletes helyszínéül szolgált, tehát kulturális rendezvényeket is elképzelhetünk itt a jövőben a Jazz Festen kívül, illetve mi az még, amit ide tervezhetnek. Itt azért nagyon fontos három intézmény és épület itt van a Bartók Béla tér körül. Igen, elődeink is ezt egy rendezvénytérnek szánták, így fog megtörténni most a kialakítás. Körülbelül 400 fő befogadására alkalmas lesz ez a rendezvénytér, ami ugye gyakorlatilag akkora, mint a színházunk befogadó képessége. Ez azt jelenti, hogy azt hiszem, hogy tényleg minden tekintetben alkalmas lesz rá, szóval valóban gyönyörű épületek veszik körül, nagyon fontos közintézményekkel, mint amilyen a könyvtár, vagy amilyen a múzeum, és hát ne felejtsük el, hogy itt van a Ciszter gimnázium, azaz itt fiatalos programokat is el lehet képzelni. Én például egy szabadtéri tantermet is, és ehhez kapcsoló tanórákat is el tudok majd ezen a téren képzelni. Számos rendezvénynek azt gondolom, hogy alkalmas helyet fogunk tudni biztosítani a Bartók Béla téren, és én bízom benne, hogy mindenkinek az új kialakítás el fogja nyerni a tetszését. A beruházást komoly előkészület előzte meg. Az Alba Régia Helyi Közösség Helyi Akciócsoport 3 kiemelt programelemet valósít meg. Ez több szempontból érinti a várost. Ma a Bartók Béla tér Fehérvár új agórájának a beruházás kezdetét nyitottuk meg. Vissza kell egy kicsit menni időben, mert 2016-ban, amikor megjelent a TOP CLLD felhívás, ugye helyi akciócsoportok létrehozására irányuló közösségfejlesztési programok, civil szervezetek keresték meg az önkormányzatot, hogy hozzák létre a székesfehérvári helyi akciócsoportot. Ugye ebbe az akciócsoportba képviseltetnie kell magának a civil szférának, a közszférának és az önkormányzati szférának is. És elmondhatjuk, hogy egy sikeres tárgyalás után létrejött a fehérvári akciócsoport, amelynek keretében pályázatot nyújtottunk be, és amit támogatásban is részesült, és tulajdonképpen 2017. szeptember 1-ével elindulhatott a helyi akciócsoport, a TOP CLLD program. Ugye ez azért is unikális, mert három olyan kiemelkedő programelemet, programcsoportot valósít meg itt a városban, ami érinti a beruházást, a közösségfejlesztés és egy, mondhatjuk úgy is, hogy egy kis erfa beruházást. Ugye a mai nap, ez az első fontos állomása a programnak, ugyanis a legnagyobb programelem a Bartók Béla tér felújítása, infrastruktúrális beruházása valósulhat meg. Második ütemben a kulturális szervezeteknek a közösségfejlesztő szerep erősítése érdekében a helyi akciócsoport pályázatot írt ki. Jelenleg a pályázatok elbírálása, a hiánypótlás beérkezés zajlik, 44 pályázat érkezett be határidőre. Ugye el kell mondani azt is, hogy 4 elutasításra került a formai kritériumok miatt, de még mindig a rendelkezésre álló keret felett vagyunk, tehát lehet majd válogatni a jobbnál jobb pályázatok között. Harmadik ütemben pedig egy kis erfa beruházás fog megvalósulni, amelyet az akciócsoport előzetes jóváhagyása alapján a pályázati kiírást az irányító hatóság felé, hogyha felterjesztük, jóváhagyja, akkor tudjuk a pályázati kiírást véglegesíteni és kiírni. Ami szintén valamelyik fehérvári épület, intézmény felújítása a beruházási elemmel fog megvalósulni, és nagyon fontos még, hogy valamilyen közösségfejlesztő programmal társuljon az a beruházás. Ez egy kiemelkedő része a városnak, ugyanis nagyon népszerű a programok megvalósítása során. Itt van mellettünk egy könyvtár, egy nagy középiskola, ahova rengeteg diák jár. A tér alkalmas a programok megvalósítására is, és a második ütemben kiírt pályázatok esetén, ahol a közösségi építés, közösségszervezés szerepét szeretnénk erősíteni, erre írtuk ki a pályázatot, a programoknak a megvalósítását a térre szeretnénk koncentrálni, szeretnénk, hogyha itt valósítanák meg a programoknak a nagy részét. Ugye ez egy kicsit a beruházás nehezíteni fogja. Reményeink szerint szeptembertől indulhatnának a programok megvalósításai. A második ütemben civil szervezetek, önkormányzati és közművelődési intézmények, vállalkozások pályázhattak közösségfejlesztő kulturális programok megvalósítására. Ezek helyszíne a tervek szerint a Bartók tér lehetne.
A helyszín megújulása egyébként több lépcsőben történik majd, a közművek rekonstrukciójával kezdődik a munka. Az összes lámpatest meg fog újulni, akkor az őt ellátó föld alatti vezetékek, illetve valószínű a terv alapján még új közvilágító oszlopok is fognak épülni. Mennyi időt vehet előre láthatólag nagyjából majd ez a munka? Mennyi időt fog igénybe venni? Szerződés szerint nekünk 6 hónap áll rendelkezésre, hát igyekszünk majd ez határidőn jóval belül lenni, de ezt majd pontosan az ütemezés dönti el, mert még más vállalkozó is dolgozik itt rajtunk kívül. A második ütemben átalakítják az épület előtti medencét, újra burkolják a teret, és megújítják a zöld felületeket is. A harmadik ütemben kialakítják az Oskola utca végleges burkolatát. A befejezés tervezett határideje 2020. szeptember 30-a. A beruházás megvalósításához a 262 millió forint uniós támogatáson felül szükséges különbözetet az önkormányzat biztosítja. A projekt több mint 322 millió forintból valósul meg. Ez volt már az Esti Mérleg, de tartsanak velünk továbbra is, én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!